Mint annyi más településen a 80-as években Pakson is integrálták a művelődési intézményeket. Így került egy igazgatás alá a Városi Könyvtár, két fiók könyvtárával, a Művelődési Központ, az Ifjúsági Ház és a Városi Nyugdíjas Klub. A 90-ben felálló újvárosvezetés egyik első intézkedése volt ennek az integráltságnak a feloldása. A döntés értelmében a Művelődési Központban működő könyvtár fenntartója a Művelődési Központ lett. Csak egy fejezet a Paksi Művelődési Központ könyvtárának történetéből, amely három évtizedet ölel fel, mégis a reméltnél kevesebben tudnak létezéséről, különös tekintettel a fiatalabb generációra. Ez egy felmérésből derül ki, amely alapján született meg egy a könyvtárat népszerűsítő Leporello elkészítésének ötlete, igénye. Egy 2010-ben készült felmérés adatainak elemzése után született meg az a sürgető gondolat, hogy feltétlenül könyvtár népszerűsítő és könyvtár ismertető kiadványt kell készíteni. Ez a felmérés a Városi Könyvtár megrendelésében készült, és a paksi középiskolások olvasási és könyvtárhasználati szokásairól készített, vagy hozott eredményeket, és bizony ezek az eredmények a Művelődési Központ könyvtára számára kicsit lehangolóak voltak, hiszen kiderült, hogy a középiskolások 54%-a ismeri mindösszesen azt, hogy ebben az intézményben könyvtár is működik. A Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó Express című pályázatán szerepelt sikerrel a Paksi Önkormányzat, karöltve az Éjes Gyula megyei könyvtárral és konzorciumi partnerekkel, ez tette lehetővé a reklámanyag elkészítését. Gutai Istvánné elmondta, korábban is jelent meg ismertető kiadvány a könyvtárról, de ilyen professzionális kivitelben, mint Schubert Péter munkája még nem. A Leporello figyelemfelkeltő és számos információt tartalmaz. Elsősorban az, hogy van ez a könyvtár, másodszorban pedig az, hogy milyen nagy múltja van, és hogy milyen sok mindent tud szolgáltatni, pedig hát alapterületéhez és állományához képest ez csak egy fiókkönyvtár, tehát ez csak egy fiókkönyvtár méretű könyvtár, de mégis annál sokkal több a tartalom, mint ami egy ekkora méretű könyvtártól megszokott. Ahogy az ismertetőben is olvasható, a Művelődési Központ könyvtárában 20 ezer kötet könyv, 2000 audiovizuális dokumentum és közel 50 hangos könyv áll az olvasók rendelkezésére. Működésében arra törekednek, hogy az emberek otthona és munkahelye után az Oldenburg alkotta kifejezéssel szólva harmadik helyé váljon, azaz az előzőektől független közösségi térré.